A portugáliai Valenszát különösen súlyosan érintette a válság. A spanyol határ lezárása miatt nem csak a turisták, de a vásárlók többsége is elmaradozott. A héten viszont végre megnyithatott az ország egyik legismertebb piaca. Jó lenne, ha több vevő jönne, mert ennyiből nem élünk meg. Nagyon hiányoznak a spanyolok, panaszkodott az egyik kofa. Bár a boltok már a hónap elején újra nyithattak volna, a vállalkozások 90%-a úgy döntött, hogy minimalizálja a költségeit és kivár. Valenza ugyanis még mindig egy kísértett városra hasonlít. Arról nem is beszélve, hogy a szomszédos Galíciába vezető El camino járó zarándokok sem indultak útnak. Minden megállt, nincsenek üzletek, sehol sincsenek emberek, főleg nem az óvárosban, ide csak a spanyolok jártak. Spanyol, Itt a határon általában nagy a forgalom. Ha a spanyolok akarnak valamit, átjönnek hozzánk, és mi is átjárunk a közeli tújba. magyarázta egy ékszerészházas pár. Valenszában még egyetlen koronavírusos esetet sem regisztráltak, Spanyolországban pedig az északnyugati régiót érintette legkevésbé a járvány. Ezért a valenszai polgármester nem érti, hogy miért nem nyitották még meg a határt. Jelenleg nem a betegségtől, hanem a gyógymódtól haldoklunk. A portugál és a spanyol kormánynak, valamint a portugál és spanyol miniszterelnököknek meg kell érteniük, hogy Portugália nem egyenlő Lisszabonnal, és Spanyolország több, mint Madrid. Teljesen más a helyzet az ország különböző pontjain, vélekedett Manuel López. A ez a kőhíd köti össze Portugáliát Galíciával. Nem véletlen, hogy Valencia és Tui polgármesterei ezen a történelmi helyen követelték pénteken a határok újranyitását. <sínt>